Rick Grimes visszatér, hogy űrlényekkel harcoljon. Támogasd a videóink gyorsabb elkészítését a csatorna tagságfülnél. Köszönjük! A Rick Grimes 2000 egyszeri poén volt a The Walking Dead univerzumán belül, még a képregény sorozat 75. számában, de most a Skybound Entertainment a történet 10. évfordulóján elkészíti annak folytatását és egyben befejezését. A The Walking Dead-et alakító Robert Kirkman mindig is szerette azzal hergelni a közönséget, hogy a The Walking Dead zombi korját kirobbantó vírus valójában az űrből jött űrspórák formájában. Valószínűleg ez egy vicc volt, de más magyarázat hiány akár el is fogadhatjuk ezt tényleges válasz. Aztán volt olyan is, hogy az Image Comics helyezett nyomás Kirkmanre, hogy dobja már fel valami izgalmassal a The Walking Dead-et, mert a zombik kevesek lesznek, és ekkor jött a 9-es terv a világűrből ötlete, amely szerint a zombikat egy földön kívüli faj hozta létre, hogy így hajtsa uralma alá az emberiséget. Kirkman sosem fejezte be a sztorit, de aztán felhasználta ezt a Rick Grimes 2000-hez. A The Walking Dead mind a 193 száma szigorúan egy zombi apokalipszist mesél el. Egyedül a 75. szám bónusz kiadása tért ki a földön kívüliekre. Ebben Rick Grimes felrobban, majd felébred egy tudományos laborban, méghozzá robotkézzel. A képregényekben nem Aaron, hanem Rick veszíti el a kezét. Miután kiszabadul, találkozik Tyrese-zel, aki elmagyarázza, hogy az idegenek összegyűjtik az elhunyt embereket a saját idegen hadseregük számára. Később Michonnal is találkozik, aki elmagyarázza neki, hogy az űrlények hogyan terveztek meg mindent, beleértve a halottak feltámasztását és a civilizáció elpusztítását is. Sőt, egy ponton még egy kiborg kormányzó is megjelenik, aki mechanikus karjaival összeroppantja Michont. Az idegenek egyébként a föld vízkészlete miatt jöttek, feléjük ugyanis ez a fizetőeszköz. A nem kanonikus mese csak 6 oldal hosszúságú, de elképesztően sok magyarázatot és cselekvést tartalmaz ebben a rövid keretbe foglalva is. Szóval keményen eszement történetről van szó, az alternatív The Walking Dead történet pedig most folytatódni fog, legalábbis képregény formájában biztosan. Aztán, ahogy a The Walking Dead egyre eszementebb terveit elnézzük, még az is meg lehet, hogy élőszereplős vagy animációs változatban viszont láthatjuk majd, de azon sem lepődnénk meg, ha a sztori a Tales of the Walking Dead egyik epizódjában bukkanna fel. A Skybound X első kiadásában egyébként még a sokak által szeretett Telltale the Walking Dead játék szereplője Clementine is fel fog bukkanni. Te megnéznél egy földön kívüliekkel teli Walking Dead epizódot a képregény alapján? Várjuk válaszot hozzászólásban. Köszi szépen a megtekintést, szép hetet, hello! We'll be right back.